Köszöntöm nézőinket, Nézőpont című műsorunkban két aktuális témával, a Balokány Ligettel és a Hálapénz intézményével foglalkozunk. Utóbbiról következne most egy rövid összeállítás. A pécsi klinikákon is elfogadhatják a hálapénzt az orvosok, ugyanis az intézmény főigazgatója engedélyezte a betegektől kapott borítékok zsebbecsúsztatását júliustól. Kollár Lajos azt mondja, nem tudja, mennyi plusz pénzhez jutnak így az orvosok. Ezt soha nem kérdezte munkatársaitól. Ha tőle megkérdezték kollégák, vagy nem kollégák, betegek, hogy mit tudom, én ajánlottam, hogy mit illik, nem tudom megmondani. A főigazgató egy országos szervezet az Egyetemi Klinikák Szövetségének döntése alapján engedélyezte Pécsett a paraszolvencia elfogadását. Mindenféle etikai szabályt ajánlás betartva, előre nem követelve, nem tarifaszerűen, egy utólag kapott hálapénz az elfogadható. A többi az természetesen annak a jogi, etikai, erkölcsi gondja, aki ezt elfogadta, értem alatta akár ennek az adóvonzatait is. Kollár Lajos azt mondja, nehéz ellenőrizni, hogy valóban nem előre kikövetelt összeget ad át a beteg az orvosának, de a páciens eddig is feljelentette orvosát, és ezután is megteheti ilyen ügyekben. Sőt, több ítélet is született, ahol bizonyítani tudták azt, hogy az orvos egy előre kikövetelt összeg után nyújtott csak ellátást. A főigazgató szerint a hálapénz addig lesz jelen a magyar egészségügyben, amíg nem rendezik a béreket. Ezért jelenleg kivéthetetlen. A témában vendégem professzor Kollár Lajos, a Pécsi Tudományegyetem klinikai tömbjének főigazgatója. Üdvözlöm itt nálunk. Üdvözlöm a nézőket. Arról döntöttek, hogy elfogadhatják itt Pécsett is az orvosok a hálapénzt. Miért történt ez, mi ennek a lényege? A lényeg az, hogy július 1-ével a munkatörvénykönyv változott, és a munkatörvénykönyvébe taxatíve le van írva, hogy közalkalmazottáknál egyéb juttatások elfogadása bűncselekménynek minősül. Nyilván ez nem egyébként nem az egészségügyre készült a törvény, számos más területre. Az egészségügy egy egészen speciális helyzet, hiszen tudjuk, hogy állapénznek a történet a több évtizeden nyúlik vissza, de maradjunk még a törvénynél. A törvény ennek a felelősségét ráhárította a kórházi főigazgatókra, egészségellátórendszer vezetőire. Magyarul, amennyiben én nem nyilatkozom, bűncselekménynek tekintető az, hogyha egy nővér, maradjunk egy egyszerű példánál, kap egy doboz csokoládét a betegtől, vagy egy borítékot. Természetesen orvosokra vonatkozva ugyanígy van. Ezért az orvos szakma és ezek a vezetők átgondolva ezt a törvényt, meg kell mondjam, hogy egyeztetések is történtek. Én magam is, mint az Egyetemi Klinikák Szövetségének alelnöke, megkerestem a társegyetemeket, hogy gondoljuk át, nézzük át a jogászainkkal, hogy pontosan mit jelentenek a törvénynek a végrehajtása, és abban maradtunk, hogy igenis engedélyezni kell a hálapénzt, aminek sok oka van. Egyrészt az, hogy mentesítsük a kollégáinkat attól, hogy esetleg ilyen bűncselekménybe keveredjenek, másrészt pedig azért, mert jól ismerjük az egészségügyi dolgozók, úgy az orvosok és szakdolgozóknak a jelenlegi bérezését, hiszen hangos a sajtó, írott elektronikus médiumokban már se lehet hallani, hogy elvándorolnak a munkatársaink. Ha még ezt a szigorítást is benhagyjuk a rendszerben, akkor reménytelenné vált volna az, hogy az egészségügyi rendszert fel lehet így tartani. Az orvosok egyébként mit mondanak erre? Tehát ők ezt üdvözlik, tudjuk, hogy nehéz helyzetben vannak, és igazából mindenhol azt mondják, hogy hát, hogy elfogadják a hálapénzt, ennyi, de mit mondanak az orvosok, mert soha senki nem kérdezi meg őket? Én azt gondolom, sok évtizedes orvosi praxis után, hogy maga a hálapénz, orvosok köz paraszolvencia kérdése, az egy méltatlan helyzetet teremt. Én meg kell mondjam, bár utóbbi 6 évben nem praktizálok, és nem sok ilyen szituációval szembesültem, de én magam is azt gondolom, hogy nem jó, nem szokja meg igazán az ember ezt a rendszert. Valahol méltatlan a betegnek, méltatlan az orvosoknak, tehát azt, hogy egyszer is valahogyan ezt fel kell oldani, én azt gondolom, hogy minden orvos kollégám tudja és így gondolkodik. A hálapénz a magyarországi rendszerben érdekes módon a II. Világháború után épült be. Édesapám háború előtt végzett, és ő még praktizált a két világháború között. Szó nem volt hálapénz intézményéről. Ez valamikor az 50-es években érdekes módon szovjet mintára került be a magyar egészségügybe, ahol az akkori állam úgy döntött, hogy bizonyos fizetéseket alacsonyan tart, és hát majd ez valahol pótlódik, ugye sok ilyen szakma volt. És ez beleívódott a társadalomba. Tehát én úgy gondolom, hogy a hálapénz megszüntetésének a módja és lehetősége az nem a törvény oldaláról kell, hogy legyen, talán nem is az orvosok oldaláról kell, hogy legyen, hanem
a társadalom oldaláról. Egyrészt, hogy az egészség dolgozók megbecsültségét forintosítva is kifejezze, magyarul rendezni kell az orvos és szakdolgozó béreket, mert rögtön a társadalom utána úgy fogja megítélni, hogy az orvos megkapja rendes fizetését, miért adjak én neki még valamit. De amíg a társadalmi köztudatban az van, hogy rendkívül alul fizetettek az egészség dolgozók, mindenki megpróbálja ezt a hálát valahol. Még egy nagyon fontos kérdés van, nyugat-európai országokban gyakorlatilag nem ismert fogalom, de ott megvannak a magánbiztosítók is. És ahol kiegészítő magánbiztosítások kötetnek, ott a beteg befizetheti a biztosítónak a pénzt, és a továbbiakban nem akar anyagi kérdésekkel foglalkozni, a biztosítója és az orvos egymás közt ezt el fogja intézni. Nagyon nehéz a helyzet, mert én magam is nagyon sokszor volt olyan beteg, aki tudtam, hogy nagyon rossz anyagi körülmények között van, nem egy olyan nagy dologról volt szó, és nem akartam elfogadni állapénzt. Megsértődött. Tehát beleivódott az emberekbe, akkor azt hitte szegény, hogy talán azért, mert keveset akart adni, nem tudtam, mennyi volt a borítékban, és még sorolhatnám. Tehát még egyszer mondom, ez társadalmi probléma, és a betegek részéről, a társadalom részéről kell ezt felszámolni, de ennek záloga az, hogy normális béreket kell az egészségügyben kapni. Mik lennek ezek a normális bérek? Hát földön kell élnünk, tudjuk, hogy válság van, mert nagyon sok polémia zajlott a bérek körül az elmúlt időszakban, magam is részt vettem az államtitkárságon ezeken az egyeztetéseken, kezdte ugye a hallgatói önkormányzat, illetve a rezidenseknek a szövetsége, aztán csatlakozott hozzá több egyéb érdekvédelmi csoport, Magyar Orvosok Szövetsége, sorolhatnám. Azok a követelések, amiket ma többen megfogalmaztak, hogy európai béreket szeretnénk, én tudom, hogy ez irreális. Tehát a jelenlegi gazdasági helyzetben ez nem megvalósítható. Természetesen a cél egy-két éves nagyságrendben európai orvosi bérek, hiszen Európai Unióban élünk, és nyilvánvaló az orvos vándorlás akkor fog megszűnni, hogyha egyformán keresnek az emberek, és én úgy gondolom, hogy az orvosok is szívesebben dolgoznak hazájukban, anyanyelvükön, mint idegenben. Tehát a végcél ez lenne pár év múlva. Én úgy látom, hogy erre most reális lehetőség nincs. Az a bérrendezés, ami most elindult, és az államtitkárság ezért nagyon komoly erőfeszítéseket tett, az egy gesztus, az első jele annak, hogy komoly a szándék ezekre a bérrendezésekre. Jövő évben, talán ma hallottam éppen, meg hát tudok is róla, újabb mindenféle adók bevonásával, tehát kiterjesztenék azt a idézőjelben chipsadót más termékekre is, zsíros termékekre is sorolhatnám, Csiba főigazgatónak egy nyilatkozatát hallottam. Az valószínűsíthetően teremt egy újabb forrást a jövő évre, és államtitkár úr nyilatkozott is, hogy ez övébe bérre kívánja fordítani. Tehát ha van egy folyamat, én azt gondolom, hogy megnyugtatja már az egészségügyi dolgozókat, és talán elkezdődik a társadalomban is a szemléletváltás, mert anélkül a állapén soha nem fog megszűnni. Itt már volt róla szó, hogy tarifa. Mi a probléma a tarifával? A tarifával az a probléma, hogy míg a hálapénz a szó valós értelmében egy beteg ellátását befejeződően, a beteg hálája jelöljül utólag nem meghatározott összegű beteg anyagi helyzetétől, hozzáállásától függően egyfajta összeg, addig a tarifa az bűncselekmény egyértelműen, hiszen egy biztosított magyar ellátása ingyenes. Ha bármelyik orvos ezt az ellátást csak azért végzi el, a bizonyos mennyiségű pénzt, amit meg is hirdett tarifaszerűen, az bűncselekmény. Tehát arról nincs mit beszélni, az nem hálapénz. Tehát én is azt képviseltem itt a nyilatkozatomban, hogy előre kért, követelt, tarifaszerűen meghatározott pénz, az bűncselekmény, az nem a hálapénz kategóriája. Utolsó kérdésként itt Pécsen mi a helyzet az orvos elvándorlással? Pécsen speciális a helyzet. Ezt az elmúlt pár évben nagyon sokszor kaptam ezt a kérdést, bár nagyon sokan kongatták a vészharagot, ilyenkor mindig megkeresett a sajtó, és mindig valamit mondanom kellett. Nem volt az elvándorlás olyan mértékű, ami veszélyeztette volna az egészségellátó rendszert. Pécs speciális helyzetben van. Orvosképző egyeteme van, orvos utánképzés van. Az egyetemen tanuló, nálunk végző hallgatók, orvos kollégák szívesen maradnak egyetemi városban, tehát nem akkora az elszívó erő, mint egy esetleg egy más városi vagy megyei kórházban. Úgyhogy drámai elvándorlás azért nem volt. Pécsről mindig is mentek orvosok külföldre, hiszen az egyetemi létnek egy része az, hogy különféle hosszabb, rövidebb ideig tartó tanulmányutakra, együttműködésre kikerülnek kollégák, új technikákat tanulnak, nyilván pénzt is keresnek.
Tehát ez nem egy szokatlan dolog a Pécsi Egyetem életében. Kétségtelen, hogy a külföldön dolgozók száma megnőtt, nem veszélyeztette az egészségellátó rendszert. Ennyi fért be a blokkunkba. Professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm velünk. Szépen a meghívást. Műsorunk második felében a Balokány ligettel foglalkozunk, erről következzen most egy rövid összeállítás. Szedik a szemetet és írtják a parlagfüvet a civilek a Balokány tónál. Pontosabban már nem is a tónál, hanem az EKF beruházás keretén belül készült sétány melletti partfalat tisztítják. A város egyre jobban kihátlál a segítségből. Nem erről volt szó. Nem ingyen munkások szeretnénk lenni, hanem törődni a várossal, de ez a város támogatását is szeretnénk megkapni. Már tegnap fellocsolták az egész területet, hogy egyáltalán ki lehessen gyomlálni. Majdnem térdig ért már a gaz. Bomman József azt mondja, bár ők valóban azt ígérték, hogy segítenek, a megállapodás nem erről szólt. Ez nem a civileknek a dolga lenne, hogy mi ezzel foglalkozzunk, mert mi azt vállaltuk, hogy összeszedjük a szemetet, fizikai munkánkat adjuk ahhoz, hogy a Balokány liget szép legyen, de most ránk hárult minden, a szemét elszállításra kezdve majdnem mindent nekünk kell csinálni, tehát nem ez volt a megállapodás. A Balokány Liget Egyesület és a város együttműködési megállapodása arról szólt, hogy a civilek részfeladatot vállalnak a park gondozásában, ám a terület nem került konkrétan lehatárolásra, és mivel maga a sétány sincs külön helyrajzi számon, úgy érzik, hogy még ennek a karbantartását is át akarják hárítani rájuk. Bár ugyanez egy egész egy helyrajzi szám, de azért azt nem lehet mégse gondolni, hogy ezt majd a civilek fogják ezt is ugyanúgy karbantartani, mint a tó körüli hatalmas területet, plusz a sétányt, mindezt megnehezítve sajnos olyan dolgokkal, hogy nincs kuka, mindenki ide eldobja a szemetet, a szemétszállításért úgy tudom, nekünk is kéne pluszban még fizetni. Megkerestük a Biocom Kft-t az ügyben, tőlük azt a választ kaptuk, hogy a terület nem tartozik az ő kezelésükbe, így az egyesületnek kell gondoskodni a liget rendbetételéről. A témában vendégem Berényi Zoltán, a Balokány Ligetét összefogás szóvivője. Üdvözlöm itt nálunk. Köszöntöm én is a nézőket. Mik is a problémás pontok itt az önkormányzattal kötött egyességben? Hát igazándiból szerintem én úgy érezzük, hogy ugye itt van előttem az a megállapodást, amit ugye aláírtak az egyesületünk elnöke és a pécsi önkormányzat annak szellemében, hogy itt a ligetet megújítjuk, és ezen törekvéseinket is támogatva az önkormányzat, kvázi, hogy nem mint lelkes amatőrök garázdálkodjunk egy önkormányzati területen, hanem legyen ennek egy formális keretek között öltött volta. És ez a formalitás nyilvánul meg abban, hogy itt leírják, hogy ennek az önkormányzati ingatlannak a karbantartására ezek ilyen tényállásként rögzítik. Az önkormányzat az a Biocommal kötött közfeladatellátási szerződés, melynek része ez a terület, és az egyesületünk, illetve az összefogás tagjai ezen feladatok részbeni átvállalására mindegy segítségként vállaltuk, hogy a tó körüli részt, forrásokat, telepített madárodukat, szemétszedést, parlagfűrtást elvégezzük. Ugye ez egy vegyes használatú ingatlan a tekintetben, hogy az LKF beruházás által készült sétány, az sok hónapig le is volt zárva, mert ott kivitelezői elszámolási viták voltak, mert ez elkészült, és sétány és a hatos út közti szakasz, az szintén egy zöld terület. Ugyanez a terület található meg az Aquaprofit tulajdona előtti fürdő részen, ott viszont külön helyrajzi számon szerepel, itt viszont ez az egész egy helyrajzi száma. Amikor mi ezekre a tárgyalásokról voltunk, megállapodtunk, akkor ugye ez még egy építési terület volt, uh-huh. ez a rész, tehát okkal nem is feltételeztük, hogy mi azon az építési területen valaha is nekünk dolgozunk-e. Bár megjegyzem, több alkalommal miután azt a sétányt átadták, és azokkal a padokkal ott elkészült, sajnos nem került minden padhoz kuka, gyakorlatilag egy padnál sincs kuka, így ott jelentős mennyiségű szemét keletkezik, azt azért időnként mi is összeszedjük, tehát nem hagyjuk úgy, mert bennünket is zavar. Most, aminél én úgy érzem, a konfrontáció kialakult, az ennek a sétánynak és a hatos út közti zöld területe, ahol tényleg méteres volt a parlagfű, közel olyan 50 talicskára való parlagfüvet és gazt szállítottunk onnan el. Ezt gyakorlatilag írtottunk ki
egyesével, kézierővel, mert oda ráadásul még be is ültettek cserjéket, ami már abszolút nem látszott. Most látszik, megöntöztük, bízunk benne, hogy nem fog, hogy megerősödnek, és elburjánzik az a terület, és talán nem lesz ennyire gazos a jövőben. És mit mondott a Biokon vagy a város, hogy miért nem ők? Egyeztettünk már többször. A Biokonnak az az álláspontja, elnök úr egyeztetett, a Pánovics Attila, illetve ezt jelezte már ezeket a problémákat a Bauman Józsi, aki ott a munkaszervező, de például olyan problémát is jelzett, hogy annak a korlátnak az északi oldalán lévő tartó szerkezeteknél a heggesztés elengedett, és az teljesen életveszélyes. Tehát oda bárki rádől, rátámaszkodik, csak így gyanútlanul, mert ott még tábla se hívja fel a figyelmét, ez a sétánynak a korlátja, akkor ott leborul a partoldalba, és súlyos sérüléseket is szenvedhet. Ezt is jeleztük írásban, telefonon is, majd valami történik. Hát nem, én úgy érzem, meg akarja mindenki várni, hogy valami baj lesz, és majd ha baj van, akkor lesz intézkedés, csak nem kéne ennek így lenni. Tehát elhatárolódnak ők, úgy érzik, hogy ők úgy gondolják, hogy ez az egész terület a hatos úttól kezdődően az Aquaprofit által határolt szomszédsági területig, az egész patakmederig az a mi kezelésünk alatt kell, hogy álljon. Márpedig ez a megállapodás is feketén-fehéren leírja, hogy erre a területre az önkormányzatnak a Biokonnal van feladatellátási szerződése, és ezen szerződés részbeni átvállalását vállaltuk mi, civilek. Kihangsúlyozottan a tó körüli sétány, a tó körüli zöld terület, a Pepita körüli zöld terület, a források vízhozam mérése, és egyéb ilyen dolgok, amiket részletesen leír az együttműködési megállapodás. Tehát, hogyha jól értem, akkor nem azt szeretnék, hogy legyen egy területi leosztás, hanem hogy mindenkinek meg legyen a saját maga. Így van. És hogy legalább annyi segítséget kapjunk, ami úgy érzem elvárható lenne, hogy ha már ott ez a beruházás elkészült, végre megszűnt ez az elszámolási vita, ott a sétány, ott vannak ezek a jó környezetbe illeszkedő padok, akkor minden pad mellé kerüljön egy szemetesedény. Ezeket a szemetesedényeket üríteni kell. Mi egy pályázati forrás segítségével további szemeteseket fogunk a parkban elhelyezni, viszont ennek is egy olyan gondsága van, hogy ezen szemetesedények ürítésére is nekünk anyagi fedezetet kellene biztosítani. Én úgy érzem, ez méltánytalan, hiszen összeszedjük a szemetet, gyűjtjük őket, lenyírjuk a füvet a parkban, parlagfűmentesítjük, többet is, mint amennyi úgy érzem, hogy nekünk mitőlünk elvárható lenne, és még akkor fizessük ki a Biokonnak a szemétszállítási költséget is, ami meggyőződésem, hogy indokolatlan, hiszen mi önkéntes munkát végzünk itt. Ez a múlt pénteki akció, mostani szerda, vagy csütörtök, ez most volt a napokban, igen. Akcióban is, reggel 7-től 11:30-ig dolgozott ott 6 fő, ebben a nagy melegben, igen, jelentős munkát elvégezve. Tehát most ez a terület a hatos úttól gyönyörűen belátható, és nincs ott az a méteres parlagfő. Az összefogásban mennyien vannak benne, milyen időközönként szoktak ott tenni-venni a Ligetben? Mi vállalásunk szerint havonta egy alkalom, ennél jóval többet csinálunk. Ez köszönhető a Bauman Józsinak, aki egyrészt lelkes környezetvédő meccsek egyesületként túraútvonalakat is karban tart a meccsekben. Itt a forrás vízhozam mérését, a tó felületén megtelepedett algákat, szemeteket szedi összerendszeresen. 20 szervezet van benne, civilek és nem civil szervezetek. Ez kettő, aki nem civil, a Pannonfilharmonikusok és a Zsolnai Kulturális Negyed. Ezen felül a többiek civil egyesületek. Ez egy nonformális szerveződés. Ennek a úgymond infrastruktúrális és pénzügyi és és működtető logisztikai hátterére alakult tavaly a Balokánligetért Egyesület 10 személy létrehozásában, és gyakorlatilag ez a kemény mag, egy 8-10 fő az mindig napra készen mozdítható, de például olyan akciókon, amikor ott közös programokat, például a Makovec emlék estet szerveztek a művészeti karos egyetemisták, 30-40 egyetemista plusz a mi összefogásunk tagjaival közel 50 fő, az egész parkot lomtalanítottuk, megújítottuk és eltüntettük a szemetet. Szóval jelentős erőket tudunk, és hál' Isten sok önkéntesünk is van, aki csatlakozott hozzánk, és egy-egy ilyen akcióra segít nekünk.
És hogy látják, hogy látja, mikor lesz vége ennek az önkormányzattal a hadakozásnak, mi lesz a vége? Igazándiból mi nem is az önkormányzattal hadakozunk, mert minden alkalommal ez legyen akár a Balokány-ligetérdíj átadása, legyen akár a sajtótájékoztató a ligetben, mikor a közös nyertes pályázatot megkihirdettük ott alpolgármester úrral közösen. Ő is bejárta velünk a területet, neki is elmondtuk ezeket a problémákat, abszolút mellettünk áll és támogat a város bennünket. Én úgy érzem, inkább itt városi intézmény problémák vannak, ez a sok bába közt elvész a gyerek, hiába van az önkormányzatnak egy világos szándéka és eltökéltsége, hogy igen, a civileknek odaadta ezt a terület gondozását, ezzel is méltányolva az ő munkájukat. Reméljük, hogy ez a közeljövőben is folytatódik ez a dolog, tehát akár tudunk azt az együttműködést magasabb szintekre emelni. De a városi cégek, ugye most konkrétan ugye itt a feladat ellátást a város parkjának a gondozásáért felelős Biokom Kft-vel, egy kicsit zökkenő a ütötbe e tekintetben, mert lehet nekik is forráshiányuk van, őket is ezer helyről húzzák a terhek, én ezt nem is vitatom, és abszolút megértem. Mi szempontunkból viszont igencsak méltánytalan és hátrányos, hogy oké, legyen ez a miénk, de akkor már ez is, meg az is, és akkor a végén így innen kiindulva már akkor az egész várost is ránk lehetne, ameddig tartanak itt a le nem határolt és meg nem beszél dolgok. Ezt egy kicsit sérelmezünk. Úgy gondolom, ez szerintem ilyen egymás közti kommunikációs elbeszélések és meg nem értett dolgok, és ilyenekből fakad. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan erre megnyugtató megoldást tudunk találni. Addig is mi minden további nélkül vállaljuk a feladatot, ezen túl is, többet is, hiszen bennünket is zavart ez a közel 150 méteren, másfél méterre megnőtt parlagfűhegy, és ezért is vállaltuk, hogy ezt a mi papíron sem a mi feladatunk, de úgy éreztük, hogy mint közvetlen kvázi szomszéd bennünket is köt a becsület, hogy ez ne maradjon így. Utolsó kérdésként, milyenek látnák a legszívesebben a Balokány-ligetet? Mi lenne az, hogy tökéletes állapot? Hát ez már viszonylag közeli, ha ez a tökéletes állapot, persze nem hónapok kérdése. Talán jövő tavaszra az az épület ott átadásra kerül, megújult formában, egy családi civil parknak a szolgáltatóházaként, közösségi tereként fog működni. A Balokány-liget körül pedig szintén egy pályázat, sajnos nem nyert, egy önkormányzat által beadott keopos pályázatban egy tájrehabilitációs program keretében ezt az élőhely területet bemutató fákat, sétányokat, tanösvényeket, futópályát, egy csónakázótó kialakítása lehetne, a színpad újra helyreállítása és az a nézőtér újra helyreállításában igen hangulatossá lehetne tenni. Ha visszatekintek az elmúlt másfél-két évre, és honnan indultunk és most hol tartunk, már jelentős a változás, és hogyha ez az ütem ilyen módon halad, akkor a következő másfél-két évben az előbb elmondottak jó eséllyel meg is valósulhatnak. Hát akkor sok sikert kívánunk a munkához. Köszönjük. Köszönöm, hogy itt volt velünk, a nézőknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra. Köszönöm, viszlát.